átszállítatta a rendőrség Cseperről a bűnügyi helyszínként lefoglalt hableány roncsait Újpestre, ahol továbbra is őrzik majd a tragikus balesetet szenvedett hajót. A baleset másik résztvevője, a Viking szállodahajó azonban továbbra is szabadon közlekedhet. Szerda késő este Madocsánál újabb áldozatot találtak és azonosítottak a hatóságok, 3 dél-koreai utas holttestét pedig továbbra is nagy erőkkel keresik. Kettőzött erőkkel, a levegőből, a vízen és a szárazföldön is keresik a rendőrök a május 29-i hajókatasztrófa eddig még meg nem talált áldozatait. A kiemelést koordináló TEK osztályvezetője szerint a csodával lesz határos, ha a 28 halálos áldozatot követelő baleset után minden holttestet sikerül megtalálni a Dunában vagy az ártereken. Az ütközésről nagyon sokan kiestek, kirepültek a hajóból. A Duna áramlásából fakadóan, ugye a nyitott törött ablakokon keresztül azért ez hosszú időn keresztül folyt keresztül a víz ugye a hajóroncson, és voltak kiszabadulások. Mindent a sajtóból tudtunk meg. A katasztrófa második magyar áldozatának, a hableány kapitányának a holtteste a hajóroncs kiemelésekor előkerült ugyan, ám a családot képviselő ügyvéd szerint a hozzátartozók sem erről, sem pedig az azonosítás időpontjáról nem kaptak hivatalos értesítést. Gulyás Krisztián azt mondja, a szükséges információkhoz más csatornákon jutottak hozzá. Ruházatot fényképeztek ki, és egy ruházat alapján történő azonosítás volt. A kapitány lánya egyértelműen ismert fel ruhadarabokat. A teljes legénységünk mély érzelmekkel figyelte, hogy a jó kiemelkedik a vízből. A hableány tulajdonosa saját halottjának tekinti a magyar legénység tagjait, akik, ha a családok ezt elfogadják, hajós temetést kaphatnak. A hableány jövője azonban még a tulajdonosok számára sem ismert. Jelenleg a hableány bűnügyi helyszín, hogy ezt hallottuk a rendőrségtől, semmilyen információt még mi sem kapunk. Egyedül a cégünknek a vezetője az, aki részt vehetett tegnapi napon egy szemlén, ahol a hajónak az állapotát rögzítik. Hogy ez meddig tart, ezt nem tudjuk, de vélhetően alaposan át fogják vizsgálni a hajót. A rendőrség közben 26 órás megfeszített munka után befejezte a Dunából kiemelt hableány szemléjét, a kiértékelés azonban akár 60 napig is eltarthat. A szemle során kollégáim anyagmaradványokat rögzítettek, fénykép és videófelvételeket készítettek, illetőleg lefoglalták a hableány kommunikációs és adatrögzítő eszközeit. A hableányt a rendőrség csütörtökön átszállítatja Cseperről az újpesti kikötőbe, ahol folyamatosan őrzik majd. A lefoglalást azonban a baleset másik résztvevője, a Viking szállodahajó esetében a rendőrség nem tartotta szükségesnek.